A Waze egy izraeli startup, ami 2009-ben jött létre. A fehér térképen mentem, de semmi nem volt ott. A közösségi navigációs program lényege, hogy a felhasználók maguk is szerkesztői lehetnek a térképnek. Felfedeztem, hogy van térképszerkesztő, nem tudtam leállni, és így a mai napig tart ez a dolog. Kezdetben kevesen vették komolyan itthon az alkalmazást, mára viszont hasznos eszközzé vált a hivatalos szervek számára is. A Budapesti Közlekedési Központnak a közúti akadály térképe az össze van kapcsolva, ha úgy tetszik, a Waze élő térképével. Az elején nagyon sokat foglalkoztam vele, tehát órákat, de ez most már tehát nagyon kevés ahhoz képest. Általában úgy van, hogy amikor még alszanak a gyerekek, család, akkor leülök egy negyed órára elé, vagy amikor már mindenki alszik este. Megnézem, miket jelentettek térképhibákat az emberek, tudok-e abban segíteni rögtön, vagy kérdezni kell tőlük. Helyfrissítési kérelmeket küldenek, amiket el kell bírálni. Ő általános térképhibát jelentett a tegnapi napon, de nem írt hozzá bármit, amin el tudnánk indulni. Ilyenkor válaszolhatunk neki. Mindenki első szinten kezdi, aki letölti a telefonjára és használja. Itt rögtön meg lehet különböztetni azt, hogy valaki itt sima felhasználó, tehát autózik vele, jelentget hibákat, rendőröket jelent, vagy szerkeszti a térképet. A térképszerkesztőknek vannak szintjei. Itt az aktivitástól függ, hogy valaki hogy jut előre, mindenki egyes szinten kezdi, hatos szint, amit el lehet bérni. A kezdetek kezdetén mi is csak normál felhasználók voltunk. Veres Viktor egyike a Waze első magyar felhasználóinak, aki szerkeszteni kezdte az akkor még szinte nem is létező térképet. A Waze azt mondta, hogy megcsinálja a szoftvert, mindenki használhatja, aztán a térképet majd mindenki megcsinálja magának. Én 2010-ben kezdtem el használni, és akkor megvolt valameddig az M7-es, az M1-es, meg pár utca Pestből, és így ha máshol az ember elindította a szoftvert, akkor azt látta, hogy egy fehér lap van ott, és hol a térkép. Mindent nekünk, felhasználóknak kellett megcsinálni. Mindenki, amit tudott, felrajzoltuk Budapestet. Csak ugye Budapesten van egy olyan probléma, hogy Dózsa-György útból minden kerületben van, de kerületet nem kezel a program. És akkor jött ez, hogy akkor tulajdonképpen azt kell csinálnunk, hogy Budapest nevű város nem lesz a Waze-ben, hanem Budapest, és utána a kerület száma római számmal. Tehát itt tudjuk az utca nevét megváltoztatni, és itt a, hogy melyik kerületben van például. Most már 18 éve, hogy futok rendszeresen. Idővel rájöttem, hogy amiket jelentenek térképhibákat, azokat sokkal egyszerűbb itt a környéken futva megnézni, mint odaautózni vagy kerékpározni. Így sikerült összekötni a hobbit a sporttal. Nem egy köztudott dolog, hogy mi ezt ingyen csináljuk. Sokan úgy gondolják a felhasználók közül, hogy akik válaszolnak nekik a térképhibákra, azok fizetett alkalmazottak, és ez a munkájuk. Egy térképszerkesztő kollégánk kezdett el foglalkozni egy jelentéssel. A felhasználó innen küldte, a Szalai és a Vajkai utca kereszteződéséből. Nálunk úgy szerepel a térképen, hogy a Szalai utca Duna felé egyirányú, most valóságban kétirányú. Ide érek a helyszínre, akkor elhozom a képét a térképszerkesztőből, hogy néz ki nálunk. Összehasonlítom a valósággal. Ha hiba van mit módosítani, akkor otthon, számítógépről szépen kijavítom. A Kossuth-Lajos utcában az Astoria felé a Ferenciek terénél a buszsában útszűkület lassítja a közlekedés csatornajavítás miatt. Pongrácz Dániel, BKK Info. A Waze már évek óta együttműködik a BKK-val, és kölcsönösen alapoznak egymás munkájára. A BKK-nak nagyon sok és alapos információja volt arról, hogy mi történik holnap után két hét múlva a fővárosi utakon, a Waze-nek pedig most már 10-15 ezer aktív felhasználója lévén ennyivel több szemünk van, ha úgy tetszik, a fővárosban. Ez a közúti akadálytérkép jelenleg minden általunk ismert közúti forgalomkorlátozással járó közlekedési változást tartalmaz. Itt van a balesetikon, a Tököli út, Francia út kereszteződésénél, és ha nyomok egy Waze gombot, akkor itt a Waze élő térképén is látszik ugyanez.
A BKK futár központjában vagyunk, itt mindig körülbelül 30-40 ember dolgozik folyamatosan azon, hogy a fővárosi közösségi közlekedés működése egyenletes, biztonságos legyen. És mivel ütközött az a busz? Dalogos. Ajaj. De ebben az esetben szinte egészen biztos, hogy erről a balesetről a járművezetőtől előbb értesültük, mint hogy ez a vésztérképre kikerült volna, de előfordul olyan eset is, amikor ez fordítva történik. A Waze 2013 óta a Google tulajdonában van, de a térképszerkesztők nem állnak a cég alkalmazásában, ma is mindenki önkéntesen foglalkozik ezzel. Tényleg azt lehet ezzel mondani, hogy mi megadtuk az alapját egy működő rendszernek, és abból mi konkrétan pénzt nem láttunk. Valahogy ez mégsem jutott eszembe. Nekem az megfelelő elégtétel, hogy a sok hurrogó az most már meggondolta magát, illetve az, hogy én is használom, és tetszik, hogy ha tényleg találok még a mai napig is esetleg valami hibát, azt rögtön kijavítom, tulajdonképpen nekem ez elég.